Alász Kriszta, lélekkozmetikus. Ezzel a cégtámlával találkoztam és bejöttem, és hát maga a hely is azt bizonyítja, hogy nem egy mindennapi dologról van szó. Kriszta, mi az a lélekkozmetika? A lélekkozmetikában a bőr és a lélek összefüggésein át dolgozunk. A hagyományos kozmetikai kezelési metódusokhoz rendelünk hozzá lélekkel foglalkozó metódusokat is. Olyan szerepet töltő be, mint egy pszichológus szűrője. Nagyon sok olyan bőrtünet van, amiről már maga a vendég is tisztában van vele, hogy valamilyen pszichoszomatikus jel, és nem a tünetet eltüntetni szeretné, hanem megoldani azt a problémát. A kezelés első lépése, hogy megismerkedjünk a környezettel, hiszen itt minden szimbólum. Ez például a fekete gomolygó semmit szimbolizálja az univerzum keletkezésének kezdetekor. Az, hogy hengerformájú, az azt szimbolizálja, hogy az univerzum végtelen és önmagába tér vissza. Az, hogy csak egy részét látjuk, az azt, hogy nagy része még ismeretlen a számunkra. Csillog jelezve, hogy van benne érték. És ez a sok csillogás, ha koncentrálódik, és egy irányba mutat, akkor megjelenik a fény, a csillogás, a gomolygó káosz, ahol az elemek apró kis részecskéi, hol hullámként, hol részecskeként viselkednek. Tehát a fekete kőtapéta a sötét tudatalattinkat szimbolizálja, a csillogó érték viszont hatalmas erőforrást jelenthet, ha azt áthozzuk a tudatos énünkbe. Akkor, ha jól értem, ez az a sok minden, amivel tele van a fejem. Így van, a napi gondolatok kuszasága, amit elég nehezen tud az ember általában irányítani, ami nem tanulja meg azt a technikát, ahogyan az érzelmeit és a gondolatait egy irányba tudja terelni. És ha ez sikerül, akkor ott a fény alagútban valami történik. A környezetünkben, önmagunkban valamilyen más, számunkra értékesebb vagy ideálisabb helyzetet. Kriszta, nekem itt mit kell csinálni? Előadást kell tartanom? Vagy mi ez a pódium? Ez az Animi Színenergia dobogó. Színenergia dobogó, de jó neve van. A szíved mélyén színenergia dobog, mint egy társas játék gyakorlatain lépegetünk különböző élethelyzeteken, és egy rálátsz a saját problémádra más szemszögből. Ha végeztünk a színenergia dobogón, akkor utána mi a következő lépés? Ha ott dolgoztál, akkor úgy tűnik, hogy ilyet már láttunk, és mégis új jelentősége lesz, és nagyobb értelmet nyer, mert ha úgy érzi az ember, hogy ilyen mókuskerékben van, és nem találja a kiutat, akkor ott az aszeden tudunk olyan válaszutakat létrehozni, amivel aztán megint egy új irányt vehet az élete. Ha valaki itt dolgozott, akkor méltóképpen a tükörbe nézhet. Az igen. És hát ehhez kellőképpen meg kell hajolnia a saját sorsa előtt. Itt vagyunk az Aura kabinban. Itt folyik a kozmetikai kezelés, és mint ahogyan az aurán körbe vesz minket, úgy vesz körbe minket a helyiség is. És így meg lehet tapasztalni ezt a fajta nyugalmat, amit a fény alagút is szimbolizál. Nekem nem kellett kétszer mondani. Egy vízhiánypótló vitaminos kezelést kaptam, mellé pedig valamilyen hangulatot is választhattam magamnak. Természetesen a vidámság mellett döntöttem.